Több száz diák vett részt a pályaválasztási kiállításon. Mézes reggelit tartottak a Varázskapu óvodában. Három gólt rúgtak a hatvaniak. Köszöntöm nézőinket, Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Pályaválasztási kiállítást szerveztek csütörtökre az 5-ös számú általános iskolába, ahol több száz diák válogathatott a számukra érdekes szakmák közül. A Heves megyei kormányhivatal programján a továbbtanulni vágyók megismerkedhettek a duális képzésekkel is. Újdonság volt, hogy idén külön standon mutatkoztak be a rendőrök, mentők, tűzoltók és a fegyház dolgozói. Mindkét kezét oldalsó középtartásban tegye fel a falra, üveg ujjat lefele. Egy szakszerű személyi motozást is bemutatott a Váci Fegyház és Börtön munkatársa a csütörtökön rendezett pályaválasztási kiállításon. Nem csak ezt, hanem számos munkát, iskolát és lehetőséget ismerhettek meg az általános iskolás diákok az intézmény tornatermében. Óriási tömeg volt a különböző pultoknál, a cukrászoknál linzertésztát gyúrtak, a rendőrségnél a pajzsok keménységét lehetett kipróbálni. Az Apolló gumigyár gumiabroncokkal mutatkozott be, az egyik mezőgazdasági középiskola pedig preparált állatokkal hívta fel magára a figyelmet. A programot, amely évről évre új kiállítókkal bővül, a Heves megyei kormányhivatal 60 járási hivatala szervezte. Új kiállítóként ebben az évben megjelennek a rendvédelmi szervek, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentőszolgálat, illetve a Büntetés Végrehajtási Intézet is képviselteti magát. Ők korábban nem vették részt rendezvényükön, viszont egyre inkább érzik ők is azt a hatást, hogy szükség van az utánpótlásra, és ezt nem lehet kellő időben elkezdeni. Az országos mentőszolgálat pultjánál újraélesztést gyakorolhattak a diákok. Őszi Zoltán elmondta, hogy országos szinten nagy hiány van mentősökből, éppen ezért várják a jelentkezőket. Szerintem megéri ezt a hivatást választani. A mindennapokban annyit, hogyha bármi olyan élethelyzet van, tudok segíteni más embereken. Ez mindig jó érzéssel tölti el az embert. Akár úgy nézem, hogy egy vadidegennek segítek, és utána, hogyha jó dolog történt vele, menet közben az utcán megismer, rám köszön, barátságosabbak az emberek, csak pozitív. Horváth Rihárd polgármester kijelentette, 60-ban az oktatás fontos stratégiai szempont, mert ezzel építik a jövőt. Nagyon fontos az, hogy a középiskolák azok megtartották önállóságukat, és mindegyik középiskolában nagyon komoly szakmai munka folyik, ezért bármelyik iskolát is választják a diákok, akkor természetesen jót választanak, és nagyon fontos az, hogy utána, az iskola után a megfelelő pályát találjanak, és megfelelő munkahelyeket találjanak. A kiállítók között a 60-i rendőrkapitányság is képviseltette magát, ahol Tomcsányi Andrea rendőrszázados elégedetten tapasztalta, hogy a diákok nagyon élvezik az általuk bemutatott eszközök kipróbálását. A kiállító pultjuk körül folyamatos volt a nyüzsgés. A 60-i rendőrkapitányságról érkeztünk, és igazából a rendőri hivatás népszerűsítése miatt érkeztünk erre a kiállításra. Sokféle eszközt hoztunk, hogy a gyerekek megismerkedjenek, hogy milyen felszereléseket használunk a munkánk során. Csapatszolgálati felszerelési eszközöket, illetve a mindennapi közterületi szolgálathoz használt felszerelésünket hoztuk bemutatóra. Tóth Emma 8. osztályos tanulónak is nagyon tetszett a kiállítás, már többször is járt itt, és minden évben érdekes és hasznos információkat szerez meg ezen a programon. Számára az idei kiállítás nagy segítség volt abban, hogy eldöntse, miképp folytatja tanulmányait. Már kiskorom óta az író, és most eldöntöttem, hogy még mellette tanár szeretnék lenni. A pályaválasztási kiállításra a járás több településéről és iskolájából érkeztek diákok. A méhek életével és a mézkészítés fortéjaival ismerkedtek a gyermekek a 60-i Varázskapu óvodában. Az Európai Mézes Reggeli névre keresztelt akció keretében termelői mézzel ízesített kenyeret is kóstolhattak az óvodások. Rendhagyó délelőtti foglalkozást tartottak a Varázskapu óvodában. A különleges alkalomra megfelelő ruházatra is szüksége volt a gyerekeknek, ezért méhecske jelmezbe bújva várták az izgalmasnak ígérkező előadást. Az Európai Mézes Reggeli kampány keretében a kicsik hasznos információkat tudhattak meg a méhészkedésről. Ebben Lukács János 60-i méhész volt a segítségükre, aki különböző szemléltető eszközökkel érkezett.
Ez a kisfiú például rögtön felpróbálta a méhészkalapot, a többiek pedig friss lépes mézet is kóstolhattak. Az interaktív előadás során kiderült, hogy a kisgyermekek jól tájékozottak a méhekkel kapcsolatban. Méhecskéknek azt tudom, hogy a méhecskék világból, hogy keresnek világot, a méhecskék lássának is hívják a világot, és mézet csinálnak belőle, és bevisik a kaptálba. Még azt dújtik a virágpólt, meg még ha mézet csinálják közbe, akkor közbe kutató méhek is vannak, meg aki úrzik a házat. Balogata már azt is megtanulta, hogy a méz nem csak finom. Te miért szereted a mézet? Azért, mert sok vitamint ad. Ezt az édességet nemtől és kortól függetlenül kedvelik hazánkban. Lukács János szerint a gyermekek különleges szempontok alapján fogyasztják a mézet. A gyerekek azok nem mindig ilyen alapon ítélik meg a mézet, hogy őnekik mi a legjobb, mert sok esetben a külleme dönt, a méznek a külleme dönt, hogy melyiket fogadják el. Általában világosabb színű mézeket szeretik, az akászméz, a hársméz, a selyemfűméz, hasonló mézeket szívesebben esznek a gyermekek. Hozzátette, a méz megfázásra, szájüregi fertőzésekre is kiváló gyógyszer, és a szépségiparban is használják. Az előadás végén az óvónők mézes kenyérrel kínálták meg az ovisokat, amiket a gyerekek jó ízűen fogyasztottak el. A megyei első osztály 14. fordulójában Heves ellen lépett pályára a 60-i gárda. A mérkőzést 3 rúgott és 1 kapott góllal zárta az FC 60, így 12 győzelemmel a tabella 3. helyét foglalja el. Szombaton a 3. helyen álló FC 60 Hevesen lépett pályára a tabella 6. helyén álló hazaiak vendégeként. Cibolya már a 2. percben veszélyeztetett. Két szabadrúgását Horváth csak nehezen tudta megfogni. Ács, Cibolya, Simon összjáték után Szabó lövését védi Horváth. Ács ívelését kéz fejeli le Simonnak, Simon lövését vetődve üti ki Horváth. A nagy nyomásnak a 19. percben lett eredménye. Karácsony szögletét Simon csúsztatja a hálóba, ezzel 1-0-ra vezet az FC 60. A gól után Cibolya ugratja ki Ácsot, aki remekül lép ki, de nagy helyzetből mellé gurít. Ács kényszerítőzik Simonnal, majd Simon lövését Horváth fogja meg. Bárkány indítja Szabó Rolandot, aki kapura vezetheti a labdát, majd az érkező Cibolya elé tálal, de a kapus lábbal véd. A félidő végén a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát. Szabó Gergő a 47. percben remekül eltalálja a labdát, ami a bal felső sarokban landol. Így döntetlennel fordultak a csapatok. A 2. félidő 6. percében Szabó Roland szögletét Bárkányi a hosszú oldalról teszi középre, majd Kész Tibor remekül emelkedik, és a védők közt a hálóba fejel. Ezzel újra vezet a 60-i csapat. Kész passzol Karácsony elé, a beadást Ács veszi át, majd lő, de Horváth kiüti. Kész ismételhet, de az ő lövését is védi a kapus. A 68. percben Kész íveli a labdát a hosszú oldalon remekül érkező Cibolya fejére, Cibolya pedig rábólint, és ezzel 3-1-re vezet az FC 60. Simon indítja Ácsot a jobb szélen, Ács elhúz, majd középre adja a labdát az érkező Kézhez, aki előtt az megpattan, így csúnyán fölélő a csatár. Simon indul meg a jobb szélen, beadását az érkező Cibolya elől kivetődve szedi fel Horváth. A magyar strandfoci válogatott tagja Besenyei Ferenc szerez labdát, majd Szabó Gergő lövi el, de a kapu mellé. Vágó szabadrúgását Aszódi kiötlözi Csekű elé, aki ballal csúnyán fölé emel. Az idei utolsó mérkőzés hazai pályán a 7. helyzet Borsod Nándasd ellen lesz szombaton 13 órakor a Népkertben. Szombaton megkezdi 7. szezonját a Kossuth téren felállított jégpálya.
A hivatalos megnyitót szombaton 19 órakor tartják, ahol a Szent István Általános Iskola jégkorongosai, a 60 igigászok és a Pavuk Műkorcsolya iskola növendékei is fellépnek. A színpadon pedig Gangsta Zoli és a Kartalat koncertet. Pénteken tartósan ködös és változóan felhős napos tájak váltakoznak. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 6-13 fokra számíthatunk. Szombaton a ködös reggel után változóan felhős időre számíthatunk. A csúcshőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Vasárnap erős hidegfront érkezhet, erős szeles idővel, lehűléssel. Napközben 3-6 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Paletta című magazin műsorunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!